Kicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, Varga Kamil Ferences testvér vagyok, visszatérő Ferencesi gyöngyesen. Talán többen értesültek róla, hogy ebben az esztendőben, február hónap elején a Ferences Rendtartomány káptalanra gyűlésre jött össze Mátraverebé Szentkútra. Ezen a gyűlésen megválasztottuk Berhidei Piuszt új tartományfőnököt, a helyettesét, a tanácsadó testületet. Rövid idő múlva összejött ez a tanácsadó testület, és meghatározták, hogy ki hova szeretne kerülni. Így Postos Erik, aki korábban itt volt gyöngyesen plébános, a Szécsényi rendházba és plébániára került. Orbán Márkatya, aki lelkipásztorként szolgált itt gyöngyösen, ő Esztergomba került az ottani rendházba. Száz Zsombor testvér került még ide, mellém, illetve hát vele együtt jöttünk, aki szintén visszatérő, és én is, aki 2000-től 2006-ig laktam itt a Gyöngyösi Rendházban és Plébánián, és 2003-ban jártam ide a televízióba is a Hitvilága műsorának egy-egy előadását fölvenni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai szentírási igénket Máté evangéliumából választottam. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. Azt pedig értsétek meg, ha tudna a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, éberen volna, és nem engedné betörni házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem is gondolnátok, eljön az emberfia. Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé rendelt, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben. Boldog az a szolga, akit uram, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, minden vagyon a fölé rendeli őt. Márti evangéliumának 24. fejezetéből választottam ezt a szentírási részt, mely ezen a héten felolvasásra kerül a Szentmisében különösen azért is, mert most következik Szent Mónikának és Szent Ágostonnak az emléknapja az elkövetkezendő két napon majd. Gyermekkoromban annak idején, mikor bementem Jászberényben a nagy áruházban, hát nagyon olyan bártortalan voltam. És hát kerestem valamilyen áruféleséget, ehhez eladót is kerestem, hogy útba igazítanának esetleg, és nagyon megmaradt bennem, hogy a két eladó, akit láttam az áruházba, beszélgetett, és mivel lehet, hogy halkan köszöntem, nem is kívántak rám időt fordítani. Aztán elhatároztam, mi lenne, ha jó hangosan köszönnék, hát ha felhívnám magamra a figyelmet, és így is történt, utána aztán nagy nehezen sikerült úrba igazítást kérni. Megfogalmazódott akkor bennem, hogy akármilyen hivatásban éls az ember, nem csak eladónak, hanem igazi kereskedőnek kell lennie, az embertársaival, testvéreivel, szolgatársaival, hát barátságosan kell viselkednie, talán néha még egy kis mosolyt is szabad megereszteni a hétköznapokban. Jézus a mai evangéliumban az intézőről beszél. Az intéző, aki urának beosztotja, bizonyos feladatokat ruháztak rá, hogy intézze a birtoknak vagy a vállalkozásnak az ügyeit, a szolgatársaival, akiket testvéreinek is lehetne mondani, pedig hát bánjon megfelelően, talán Jézusi értelemben úgy, ahogy ő elvárná, hogy vele is bánjanak, vele is foglalkozzanak, vele is viselkedjenek. A hű intéző, Társának tekinti, sőt, munkatársának tekinti az embereket. Én is szívesen hívom munkatársaimnak azokat, akikkel egy ügyön dolgozunk, akikkel hasonló a feladatunk, már amennyiben az egyház, a helyi egyházközség ügyeit kell intézni, ellátni. Papi értelemben nem csak fizikai dolgokról kell gondoskodjunk, mint például most a torony felújítását láthatták sokan a gyöngyösiek közül, hanem lelkiekről is. Minden televízió néző jól tud görögül, és tudja, hogy a homília görög homileó szóból származik, ami azt jelenti, hogy táplálni, lelkileg ételt adni, mert nem csak a testünknek, a szellemünknek, hanem a lelkünknek is fizikai és lelki táplálékra van szükség, ami aztán erőt ad a hétköznapokban, erőt ad a hétköznapokhoz, segít elviselni a különböző nehézségeket. A következő két napon Szent Mónikának és Szent Ágostonnak az emléknapját üli egyházunk, akiknek napján ezt a szentírási szakaszt is felolvassuk. Mónika Tegasztéban született Észak-Afrikában a 300-as évek elején, egy patrícius, jómódú polgárhoz adták feleségül, több gyermeke is született. De legtöbb nehézsége talán majd a rákövetkező napon ünnepelt Aurelius Augustinussal, vagy későbbi nevén Szent Ágostonnal volt, akit szülei, meg édesapja is tanítatott, egészen fontos állásokba jutott ügyvédként, de valahogy megcsömörlött az ő munkájában, mert nem látta gyümölcsözőnek. A hitben sem találta meg a helyes utat, mindenféle tévutakon, különböző filozófiák területére keveredett, és az igaz hittől pedig eltávolodott. Végül aztán egy egészen magas állásba került, a császári udvarnak lett a Szónoka, és ebben az időben eljárt Ambrus püspöknek a prédikációit meghallgatni. Na nem azért, hogy ez majd őt hitben elősegítse, hanem inkább azért, mert Ambrus püspök nagyon jól prédikált, nagyon jól fel tudta építeni filozófiai gondolatokkal, megtölteni az ő prédikációját, és ebből kifejteni az evangéliumát. És Mónika is elment ebbe a városba, és kérdezte Amrus püspöket, hogy mi lesz most az ő fiával, Augustinussal. És Amrus püspök azt mondta neki, Mónika, ennyi könyv gyermeke el nem veszhet. Biztosan Mónika sokat sírt, sokat imádkozott, sokat küzdött az ő fiáért, ezért Mónika minden keresztény édesanyának a példaképe, hiszen melyik édesanyja nem tapasztalja meg, hogy a fia szeret tévutakon járni, különösen akkor, amikor a kamaszodás útján elindul. Rákövetkező napon ünnepeljük majd Ágostont, az ő fiát, aki ügyvédként élt, gyerekkorában meg kell jegyezni, hogy nagyon szerette a körtét, és barátaival, csoporttársaival szívesen átment más kertekbe, ahol hát, megették a szomszédnak a körtéjét. Nagyon nem szeretett tanulni, különösen a matematikát és a görög nyelvet utálta, emiatt meg is jegyzi, hogy gyakorta megverték. De aztán mégis is későbbiekben sokat tanult, még az ügyvédi pályára eljutott, Első meghasonlása akkor volt, amikor a rábízott ügyben a vádlottnak a bűnösségéről meg volt győződve, mégis a főnök azt mondta neki, hogy meg kell védeni a vádlottnak kell igazat adni, remélhetőleg ő fog győzni. Aztán később, mikor elkerült um, Milánóba, Andrus Püspök prédikációinak a hatására megtért, helyes útra tért. Aztán visszatért szülőföldjére, és Hippó városának püspökeként fejezte be életét. Nagyon sok írása, prédikációja maradt ránk, lelkileg táplálta a rábízottakat, a híveket, akiknek mindig megmondta, hogy veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Testvéreinek tekintette a rábízottakat, akiket hűséges intéző módjára táplált. Kérjük ezekben a napokban az ő közbenjárását, vegyünk példát életünkről, bármilyen hivatásban is dolgozunk, legyünk hűséges tanítványai Jézusnak, legalább annyira, mint Szent Ágoston volt. Köszönöm szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.